No, és a vendégünk itt a stúdióban, a Dorosban, Péter, jó reggelt kívánunk, a Korál dobosa. Jó reggelt. Nagyon örülünk, jó hogy itt vagy velünk. Pont a 2018-as koncertet elevenítettük fel ugye az arénából, amikor ugye ott voltatok, ez egy fantasztikus koncert volt, és ugye Emiliával beszéltünk arról, hogy mennyire nehéz egy zenésznek mondjuk akkora feladata, amikor egy végtelenül ismert, szeretett pályatárs, kollega műveit kell befejezze. Ugye ti befejeztétek tulajdonképpen Balázs Fecónak az utolsó dalait, digitalizáltátok a nagyokat, a régi nagy slágereket, de ilyenkor egy zenésznek a lelkében mi van, amikor ezekhez a dalokhoz nyúl? A 2018-as aréna koncerten határoztuk el, hogy egy ilyen életműszerű albummal ajándékozzuk meg a közönséget, és a menet közben derült ki, hogy a Fecó hallgatta ezeket az elkészült dalokat, hogy ezek olyan annyira a szívéhez, lelkéhez szólnak, hogy mindig hozzákért, hogy még ezt csináljuk meg, és a végén egy 30 dalos album lett belőle, és most folyamatosan ezen dolgoztunk, hogy ezt befejezzük, és a Fecó közben lett beteg sajnos, és hát a kórházból is azt kérte, hogy ne törődjek semmivel, ezt fejezzem be, és ezt megígértem neki, és sajnos elvesztettük a Fecót, és hogy a kérdésedre válaszoljuk, hogy ez milyen érzés így dolgozni. Nagyon furcsa volt, amikor kevertem az anyagot, mert megígértem neki, hogy ezt mindenképpen befejezem, és a keverés közben hallgatja az ember a sávokat, és azok a beszélgetések ott vannak a felvételen, hogy ahogy a Fecóval így beszélgetünk, hogy így éneked, úgy éneked, amúgy játszol, és többször átnéztem az üveg falon túl, hogy Fecó, ott vagy valójában? Tehát megdöbbentő érzés. Nagyon szomorú is, de közben meg egy olyan anyag született, hogy ha Fecó most itt ülne a székben, itt van üresen ez a szék, de ide képzelem őt, nagyon büszke lenne rá, mert mindannyira képzeljük, abban. És biztos, meg hogy figyel minket. Így viszont itt marad. Fecó elment, mondhatnám, de itt hagyott egy gyönyörű anyagot maga mögött. Lényegében mondhatnám, az életművét itt hagyta, mert ezek tényleg gyönyörűen megcsinált dalok. Miközben készültek ezek a dalok, voltak szakmai viták? Vagy ennyi idő után már annyira lehet tudni, hogy a másik mit gondol, hogy ki miben enged, de hogy működött ilyen szinten a közös munka? Ezt nem is vitának mondanám. Folyamatosan alakítja az ember a anyagot. Tehát itt a hangszerelések annyira meglepően plusz dolgot adtak az egészhez, olyan harmónia világa volt az eredetileg és a Fecónak a zeneinek, meg a Korál zeneinek, hogy nagyon kínálta magát, hogy a eredeti rockos hangzást kiegészítsük egy ilyen szimfonikus hangszereléssel, és folyamatosan, inkább azt mondom, hogy inspiráljuk egymást, ezt nem lehet vitának nevezni, és ez inkább építi a dolgot. Jó, ne titkoljuk azért, mert Péter, magaddal hoztad magát az albumot is, ugye, ami ott van, mert ezt nyugodtan megmutatod egyébként, hogy néz ki különben. Hát egy nagyon szép letisztult anyag született, tehát külsőleg is egy gyönyörű anyag, és próbáltuk én időtlenné tenni, tehát ez egy festményekként jelennek meg a tagok. Nagyon szépen sikerült, és egy dupla lemez. Dupla lemez, hát ez, és egy ajándék DVD, a 2018-as aréna koncert, ami nagyon jól sikerült. Azt rátettük ajándéknak a rajongóinknak. Ez fantasztikus pont, ugye erről beszéltünk, hogy én is ott voltam. Akkor ugye még Fecó hívott, meg ő is itt volt a stúdióban, amikor ugye beszéltünk a készülő koncertről. Azt azért áruld el, hogy azok a pillanatok, ugye említetted itt most beszélgetésünk közben, hogy amikor a kórházban volt, te beszélgettél vele arról, hogy hogyan készüljenek el majd a dalok, meg hogy kevered, stb. Hogy azok a párbeszédek, azok a beszélgetések milyenek voltak? Milyen volt ő a kórházi ágyán? Mennyire hitt abban, hogy fel fog épülni? Furcsa, hogy először csak telefonon felhívott, hogy pozitív a tesztje. De nyugodjak meg, nincsenek komoly tünetek. És sajnos ilyen papírforma szerűen napról napra mindig valami kis dologgal rosszabbodott az állapota, és egyszer csak az volt a legrosszabb, amikor már a telefonra nem nagyon reagált, csak SMS-t írt. És hát nagyon
ő abban a hitben volt végig, hogy ő meg fog gyógyulni. Tehát nagyon nagy erővel, elszántsággal próbált a betegség ellen harcolni, de hát tudjuk, hogy valamikor a betegség erősebb. De folyamatosan mondta, hogy várja meg a keveréssel, úgyhogy nem mondott le róla. Tehát végigfigyelte, hogy mi történik a dalokkal. Elkészült most ez a lemez, ugye ez a dupla lemez plusz ugye hozzá a DVD-vel, de ugye hát ugye azt említettük is, hogy valószínűleg, hogy ő még ennél többet, tízszer, százszor is többet akart volna. Hogyan folytatja egyébként a zenekar a munkáját? Csak nagyon röviden, hogyha megkérhetlek. Azt elmondhatom, hogy a zenekar egy zenész életében nincs ez, hogy abba hagyja a zenét. És a Ne állj meg soha című dal, ez sokat mond ilyen szempontból. Én nem gondolom, hogy ezt abba lehet hagyni, és úgy gondolom, hogy a rajongóinknak is tartozunk majd annyival, hogyha egy kicsit leülepszik bennünk ez a dolog, és a közönség részéről is lesz egy igény, akkor biztos, hogy ezek a Fetszóra is emlékezve, és magunknak is úgy gondolom, ezt muszáj színpadra vinni, folytatni, úgyhogy biztos, hogy fogunk jelentkezni, mint korán legyen. És hát ti dalaitokat mindenki dúdolja és ismeri, és énekli. Hát köszönjük szépen, köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Nézőinknek köszönjük. A figyelmet. Ma reggelit és holnap reggel is jövünk. Vigyázzanak magukra. Szép napot. Igen, ma már örülhet mindenki, mert tudok, hogy jó idő lesz. Igen. És reméljük a héten is így marad. Maradjanak. Legyen nyár. Szép napot. Minden történetnek része vagy, legyen bármi, legyen bárhol, soha semmi nincs túl távol.